Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Csisztus Zsuzsa vagyok, főpolgármester úr, főpolgármester helyettes asszony, elnök úr. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Budapest főpolgármesteri hivatalának dísztermében. Ezen a különleges péntek délutánon. Valóban különleges, hiszen nyugodtan mondhatom, hogy a főváros életében nagyjából úgy 120 évente szokott bekövetkezni egy ilyen pillanat, mint amilyen most jön majd. Legalábbis az előző nagyjából ekkor történt meg. Mint az bizonyára Önök is jól tudják, Magyarország kormánya a főváros vezetésével egyetértésben 2016 tavaszán döntött úgy, hogy egy új budapesti Dunahíd terveinek az előkészítését kezdi meg. Ennek keretében nemzetközi építészeti tervpályázatot hirdetett a pályázat kiírója. A Galvani utca vonalában egy kötött pályás közlekedéssel együtt 2x3 forgalmi sáv szélességben megépített új Dunahíd tervezésére vonatkozóan. Számos izgalmas fázisa volt ennek az előkészítő és tervező munkának, azonban azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy a legizgalmasabb pillanat ma következik, most, mindjárt, ez lesz az eredményhirdetés. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy tisztelettel felkérjem Tarlós István urat, Budapest főváros főpolgármesterét, hogy köszöntse Önöket és tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt főpolgármester helyettes asszony, kormánybiztos úr, tisztelettel köszöntöm Önöket, minden megjelent szaktekintét, politikust, díszvendéget, díszpolgárt, és valamennyiüket, akik megjelentek ebben a teremben. Elhangzott, hogy díszterem, hát ez tulajdonképpen a második számú díszterme a fővárosnak. Itt tartjuk a közgyűléseket, ahogy az kiderül a háttérből. Az igazi szépséges dísztermünk az a Váci utcában van, ünnepi eseményeket néha ott tartunk, csak nagyon nehéz parkolni. Megközelíteni nem akartuk Önöket azzal bosszantani, hogy nem találnak helyet, és ott mérgelődnek a helyszín közelébe, így hát külön köszönöm, hogy ebbe a díszterembe eljöttek, megtiszteltek minket. Néha jó hangulatú, néha parás hangulatú közgyűlések vannak itt, de hát ez a mai világra általában jellemző. A magyarok, mi magyarok általában hajlamosak voltunk arra, hogy a múlt szellemiségét tiszteletben tartsuk, és a jövőre nézve is nemzeti érzéseink szívesen felszínre kerülnek. Voltaképp érdemes talán felidézni a legelső Dunahíd építésének a körülményeit, csak röviden. Talán 1821-ben történt, hogy Széchenyi István valahonnan Erdélyből az édesapjával meghirdetett, megbeszélt találkozóra igyekezett, és úgy találták magukat, hogy egyikük a Duna egyik partjára került, a másikuk a másik partjára, hát az időjárás is éppen olyan volt, hogy csak a kalapjukkal lengetve tudtak egymásnak üzeneteket közvetíteni, mint az indiánok a füstjelekkel, és állítólag Széchenyi akkor határozta el, hogy időszerű lenne Budapesten egy hidat építeni, akkor még Budán és Pesten, az akkori két város között. Tehát William Clark segítségével így épült meg aztán Budapest ma leginkább emblematikus műemlékszámba menő hídja, a Lánchíd. Ez volt tehát a kezdet. Tisztelt hölgyeim és uraim! Amit meg tudsz tenni, vagy el tudod képzelni, hogy meg tudod tenni, azt kezd el most. Nem más mondta ezeket a szavakat, mint Johann Wolfgang Goethe. Az ő szavaival köszöntöm az itt megjelent szakembereket és vendégeket, akik az új Dunahíd megalkotásának tervezési szakaszában részt vettek, illetve kíváncsiak ennek eredményére. Komoly elismerés Budapestnek, hogy a tervpályázatra a tapasztalt magyar irodák és szakemberek mellett a világ vezető tervezői közül is többen jelentkeztek és részt vettek ebben a versenyben. Egy új híd létesítését elsősorban közlekedési szempontok indokolják. A híd soha nem egy öncélú műtárgy, nem pusztán esetleg remekbe szabott alkotás, hanem egy olyan építmény, amelynek szerkezete lehetővé teszi, közlekedési útvonal valamely természeti vagy mesterséges akadály felett való átvezetését. Napjainkban Budapest hídjain 24 óra leforgása alatt
több mint 600 ezer jármű és több százezer ember képes átkelni. A belvárosban kialakult torlódások oka nem csak a hidak viszonylag csekély átbocsátó képessége, hanem a belváros környező utcáinak befogadó képessége is. Budapest város szerkezete olyan, hogy sajnos nálunk komoly sugárutak nem keletkeztek annak idején. Ezt a várost valamikor kisebbre képzelték el. Budapest azonban terjeszkedik, a rozsdaövezetek helyén lakóövezetek épülnek, melyek a városon belüli forgalmat folyamatosan növelik. Ennek a nehézségeit átélte a BKK korábbi és jelenlegi vezetője, tehát pontos képet tudnak adni, akár adatokkal is, hogy hogy néz ki ez manapság. A belvárosi szakaszon megszokott, megközelítőleg kilométeres távolságokban található hidaktól eltérően a város északi és déli szakaszán nincs elegendő átkelési pont. Csepel és Budapest egyesülése óta, azaz immár közel 70 éve, nincs a város határon belül közvetlen összeköttetés a budai kerületek és a 21. kerület, azaz Csepel között. Csepel és térsége Budapest egyik eddig talán fel nem fedezett aranytartaléka. A kerület fejlődésének feltétele a Budával és a szomszédos kerületekkel való gyors és közvetlen összeköttetés megteremtése. Az elmúlt években az érvényben lévő fővárosi fejlesztési tervek figyelembevételével széleskörű szakmai egyeztetés kezdődött, amely alaposan áttekintette a főváros meglevő város szerkezetét és közlekedési rendszerét. Periklész örökérvényű gondolata, a mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a jövőt, hanem hogy felkészüljünk rá. A jövőről felelősen gondolkodó jelenlegi kormány Budapest önkormányzatának egyetértésével és közreműködésével úgy döntött, hogy minél előbb meg kell kezdeni egy új Dunahíd építésének előkészítését a Galvani út Illatos út vonalában. Az új Dunahíd közvetlen összeköttetést teremt majd Újbuda és Csepel, Ferencváros, valamint Kispest és Kőbánya között is. Fontos, hogy az új híd megfelelő kapacitású, ahhoz szervesen kapcsolódó közúti hálózathoz is csatlakozzék. A várható forgalmi változásokról készült tanulmány, hatástanulmány adatai szerint az új híd megépülésével naponta több mint 30 ezer gépjárművel csökkenhet a belvárosi hidak, illetve napi csaknem 8 ezer autóval az Üllői út forgalma. A csatlakozó utak rendszerével új, déli körgyűrű alakulhat ki, a kötött pályás közlekedéssel együtt kétszer-háromsávos új közlekedési koridor jön létre Buda és Pest között. A városi infrastruktúra fejlesztése Budapest főváros önkormányzatának egyik legfontosabb feladata. A kiemelkedő beruházások nem csak a lakosság számára fontosak, de a potenciális fejlesztési területek átalakulásának dinamikáját is befolyásolják. Aki nem alkalmaz új megoldásokat, új bajokra számíthat, mert az idő a legnagyobb újító, elmélkedett immár 400 évvel ezelőtt Francis Bacon, angol filozófus és gondolkodó. Előre mutató gondolata ma is igaz. Haladni az idővel szükségszerű, észszerűen haladni. Tudták ezt a nagy elődök, akik Budapest ma látható arculatának alapját egykor megalkották, és tudják ezt ma a főváros fejlődéséért dolgozó döntéshozók is. Tisztelt jelenlévők! Néhány perc múlva kiderül, a szakértő zsűri melyik pályaművet, melyik szerkezetet tartotta legalkalmasabbnak arra, hogy egy új elemként megjelenjék Budapest panorámájában. A Duna Európa egyik legnagyobb folyója, Budapestnél már tekintélyes szélességű, így minden egyes Dunahíd építése komoly mérnöki felkészültséget igényel. A helyi viszonyok lehetővé tették, hogy az elmúlt idők tervező mérnökei a tartószerkezetek és a formák csaknem valamennyi változatát megalkossák. A budapesti hídak az esztétikai és műszaki megoldások olyan széles skáláját mutatják, amelyek egyetlen más európai fővárosban sem találhatók. Itt található például Közép-Európa talán egyetlen Gerber tartós szerkezeti megoldású hídja,
a Szabadság híd, bár ezt elég kevesen tudják. Dalmi úrnak biztos nem meglepetés ez, és a műszakiak közül sokaknak nem, de érdemes megjegyezni, mert Budapest egyik jellegzetessége, ahogy ezt annak idején Csolnoki Tibor több ízben megvilágította. A tervezőknek igazi kihívás volt, hogy egy már kialakult egységes látványképbe, Budapest látképébe egy új, a funkcionális és esztétikai igényeknek is megfelelő elemet igyekezzenek beleilleszteni. A bíráló bizottság tagjai számos szempontot vettek figyelembe döntésük meghozatalánál. Az értékelés főbb elemei voltak a hasznosság és az esztétika mellett az innováció, a szerkezeti megfelelőség, a karbantarthatóság és nem utolsó sorban a költségek optimalizálásának igénye. Nagy volt a döntéshozók felelőssége, mert az új Dunahíd küllemében meghatározó eleme lesz a városképnek. Budapest panorámája Európában szinte egyedülálló látvány, a világörökség része, és lehet, hogy mi elfogultak vagyunk, de bármikor itt külföldiek látogatnak a városunkba, a legnagyobb elragadtatás hangján szólnak, ha esti órákban a Ferihegyről beautóznak, és meglátják a Duna kivilágított hídjait, a várat, a palotát, és általában a budai vár környékét a Halászbástyával együtt. A nyertes pályamű nyomán megszülető új híd és környezete gyakorlati használatán túl megjelenésével is remélhetően jelképezni fogja a 21. századi Budapestet. A pályamunkák elkészítése közben mérnökök, építészek előtt minden bizonnyal kirajzolódott Budapest fejlődés története, és felsejlett az a vízió is, ami támpontot adhat ahhoz, hogy alkotásukba, az új Dunahíd látványába beleképzeljék Budapest lelkét is. A mai ünnepi esemény üzenete, hogy a múlt eredményeire építve a jövő is az értékteremtésről szól. Ez Budapest számára a fejlődés új szintjét jelentheti. Magyarország kormánya és a magyar főváros vezetése elkötelezett amellett, hogy Budapestet egyre élhetőbb, szerethetőbb és egészségesen, ha úgy tetszik, természetesen fejlődő várossá alakítsa. Szeretnék a főváros nevében gratulálni a győztesnek, megköszönni a kormánynak ezt a nagyon hatékony és eredményes együttműködést, ahol vezető szerepben lehetőséget ad egy újabb, nagy jelentőségű Dunahíd megépítésére. Kívánom azt, hogy a végső megmérettetésben nyertes pályamű nyomán egy megszülető új Dunahíd a mérnöki tudomány legjobb hagyományaival összhangban a jövő Budapestjének egyik fontos jelképévé válhasson. Külön köszönöm kormánybiztos úr megfeszített munkáját és munkatársaiét, és izgalommal várom én is a végeredményt. Köszönöm, hogy eljöttek közénk, és azt kívánom, hogy örüljünk együtt ennek a végeredménynek. Örülök, és megköszönöm önöknek, hogy mindezt meghallgatták. Köszönjük szépen főpolgármester úr gondolatait, és már meg is szólítatott a következő megszólalónk, Főrés Balázs, a kiemelt kormányzati beruházások kormánybiztosa és a tervpályázat bíráló bizottságának elnöke. Ő következik. Köszönöm szépen. Tisztelt főpolgármester úr, tisztelt pályázók, zsűritagok, kedves vendégeink! Mielőtt az előzetesen összerakott gondolatokba belekezdek, hadd kapcsolódjak két ponton is főpolgármester úrhoz. Említette a Szabadsághidat, tőle hallottam először a Gerber tartóról, amit a mai napig nem értek egyszerű jogászemberként, hogy pontosan mit jelent. De annyit megjegyeztem már én is, amikor erről beszélgettünk, hogy különleges. Én azért örülök, a Lánchidról egy-két szót én is fogok szólni, de azért örülök, hogy szóba került, mert nekem a kedvenc hidam a Szabadsághíd. A mai napig majd meglátjuk, hogy lesz-e új kedvenc. A Gerber tartó miatt, a neve miatt, mert mégiscsak a Szabadságról van elnevezve, gyönyörű nemzeti címer ábrázolás van ugye a
pillanokon, és zöld a színe, mint a Fradié, úgyhogy nekem ez a kedvenc budapesti hidam. A másik, ami eszembe jutott főpolgármester úr szavait hallgatva, hogy nem olyan régen adhattuk át közösen a megújult Ludovika kampuszt, Orci kertet, aminek hagyomány és megújulás volt a jel mondata, és valójában ez a híd pályázat, majd a végeredményt is talán látni fogjuk és érteni, hogy miért mondom ezt, egyszerre a hagyomány és a megújulás jegyében folyt le. Budapest kétségtelenül a hidak városa. Gróf Széchenyi István, ugye hallottunk róla főpolgármester úrtól is, akinek Budapest első hídját köszönhetjük, és akinek javarészt magát a várost is köszönhetjük, a magyar szabadság jegyében elindította a Budapest gondolatot, még a reformkorban, és kiadta a jelszót, kell egy szív az országnak. Széchenyi grófnak több javaslata is volt Budapest elnevezésére. A legelső javaslata, nem tudom ki tudja, hogy hangzott, a legelső javaslata Széchenyinek az ez a név volt, Dunagyöngye. Dunagyöngye. Mert hogy Budapest a Duna fővárosa. Budapest legfontosabb motívuma, egyszerre természeti és városalkotó motívuma, mozzanata a várost annak kellős közepén, szélesen és méltósággal kettészelő legnagyobb közép-európai folyó, a Duna. De ha Budapest a Duna fővárosa, és a folyó a kellős közepén szeli ketté a várost, és így elválasztja egymástól Pestet és Budát, akkor Budapest szükségszerűen nem csak a Duna fővárosa. Akkor Budapest, hogy egy egységes város lehessen, szükségképpen a hidak városa is. Hiszen Budapest a gyönyörű és méltóságteljes Dunával a közepén csak akkor tud egy város lenni, csak akkor tud élni, működni, otthonunk lenni, vendégül látni, befogadni, ha hidak ívelik át a folyót, hidak kötik össze a jobb és bal partot, ahogy a régiek nevezték a folyó két oldalát. Mivel Duna nélkül nincs Budapest, így hidak nélkül sincs Budapest, ezért Budapest a hidek városa, és ugye ez az egész, a város története, az egységes Budapest története egy híddal kezdődött, a Lánchíddal. Hidak és hidak nélkül tehát nincs Budapest, meg sem születik, ma sem tudna élni. Igen, kedves barátaim, kétségkívül a hidak városában vagyunk, ezért a város hidak és időről időre új hidak nélkül gyarapodni, terjeszkedni és növekedni sem tudna. Ezt igazolja a budapesti hidak története. Ha valaki megnézi a 19. század közepe óta, ugye 1849-ben adták át a Lánchidat, akkor készült el, azóta szinte pontosan negyed századonta, 20-25 évente épül felváltva északon és délen új híd a Dunán. Ez a ritmusa a budapesti Dunai hidak építésének. Legutoljára 1895-ben a Rákóczi híd, majd 2008-ban a Megyeri híd északon. A budapesti hídépítés ritmusában most dél következik, és e ritmust betartva az új déli hídnak 2028-2033 között kellene megépülnie. Ehhez időben vagyunk, időben kezdtük el a munkát, időben folytattuk le a pályázatot, és ez a cél lehetséges. Minden híd megépítéséhez hosszú út vezet. Ma az új Dunai híd megépítésének egy kezdeti, de fontos lépését tesszük meg együtt. Ahhoz, hogy az új Duna híd valósággá váljon, szabadon kell álmodnunk, felelősen kell terveznünk, és fegyelmezetten kell majd építkeznünk. Így érhetünk célba. Ma az álmok és a tervek határát kijelölő mérföldkőhöz értünk. Azért gyűltünk össze, mert egy nyílt nemzetközi hídtervezési pályázat keretében Magyarországról és a világ legkülönbözőbb szegleteiből meghívtunk 17 hídtervező építész és mérnökirodát, hogy álmodjanak velünk Budapestről, és legjobb tudásuk szerint alkossák meg az új déli Duna híd tervét. A pályázat nagy sikerrel zárul. A zsűri a bőség zavarában volt, a pályázók nem tették könnyűvé a döntést. Jobbnál jobb tervek közül választhattuk ki a legjobb tervet és a díjazottakat. Az első helyezett tervezővel szerződést kötünk, és indul a teljes és részletes tervezési munka, majd azt követően az engedélyek beszerzése. Ez 2-3 évet biztosan igénybe vesz,
annyit talán elárulhatok, hogy egy világhíres külföldi hídtervező csapattal vágunk neki a munkának. Ha felépítjük ezt a hidat, ettől még azért messze vagyunk, sokat kell rajta dolgoznunk, de ha felépítjük ezt a hidat, akkor egy régi tervet váltunk valóra. 1985 az az év, amikor ennek a hídnak a terve először megjelent a hivatalos tervekben, városfejlesztési tervekben. 1985-ben az Állami Tervbizottság, még véletlenül sem hívták nemzetinek abban az időben. Szóval 1985-ben az Állami Tervbizottság készített egy tervet a budapesti hidak fejlesztéséről, és ezen a nyomvonalon először ebben a dokumentumban szerepelt ennek a hídnak az elképzelése. 1992-ben, ha rossz indulatú lennék, vagy hát inkább csak objektív, akkor azt mondanám, hogy nem ez volt az egyetlen füstbement terve annak a városvezetésnek, de 1992-ben a főváros már lefolytatott egy tervpályázatot erre a hídra, nem lett belőle semmi. 2001-ben Budapest közlekedésének rendszerfejlesztési tervében megint csak közösen az Aquincumi északi híddal, ennek is kell majd a következőnek lenni, és az Albertfalvi híddal, ez volt a harmadik híd, amit égetően fontosnak nevezett meg az akkori főváros. Eddig tartott a beszéd, azt is mondhatnám, ezután jöttek a tettek, jött Tarlós István főpolgármester úr, az ő vezetésével a fővárosi közgyűlés talán ebben a teremben valószínűleg 2014. júniusában elfogadta a Budapest 2020 integrált településfejlesztési stratégiát, ugye ezt a 2030-as fejlesztési tervből vezette le a főváros, és ebben a tervben, lássanak csodát, 2014. júniusában azt mondták ki, hogy ennek a hídnak az előkészítését 2017. szeptemberében kell elindítani. Az a tervpályázat, amit most befejezünk, 2017. szeptemberében lett kiírva, tehát főpolgármester úr és a fővárosi közgyűlés által elfogadott tervet, 2020 településfejlesztési tervet eddig tartjuk. Régi a terv, mert hogy a városnak szüksége van rá. Ahogy főpolgármester úr is mondta, kapcsolatot teremt Délpest, Dél-Buda és Észak-Csepel között, tehát három nagyon fontos városrészt köt majd össze ez a híd. Feltárja, ahogy főpolgármester úr is mondta, Budapest egyik aranytartalékát, talán vagy talán legnagyobb településfejlesztési aranytartalékát, Észak-Csepelt, és feltárja az ottani fejlesztési lehetőségeket. Óvatosabb becslések szerint 30, bátrabb becslések szerint napi 55 ezer gépkocsival, mondom, a bátrabb becslések szerint csökkenti a belvárosi hidak forgalmát, napi 10 000 gépkocsival csökkenti a határút forgalmát, és napi 6-8 000 gépkocsival az Üllői út forgalmát, tehát a belvárosban és a déli területeken is egyértelműen javul a közlekedés, javul az életminőség. Egyfajta körúti kapcsolatot épít ki azzal, hogy Délpestet és Délbudát köti össze, ugye Észak-Csepel közte, az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakasza és az M5-ös bevezető szakasza az Üllői út között képez egy körúti kapcsolatot. Néhány szót a pályázatról. A pályázata az egy jó együttműködését valósította meg teljesen különböző szereplőknek, talán ennek is köszönhető a siker. Először is nemzetközi tervpályázatot bonyolítottunk le. Természetesen a pályázók nem működtek együtt, ellenben a zsűriben is egy vegyes csapatunk volt. Nagyon köszönöm a francia, finn és japán professzor uraknak, akik külföldről segítették zsűritagként, itt voltak természetesen velük, csak származásukat tekintve külföldiek, segítették a döntéshozatalt, fontos tagjai voltak ők is a zsűrinek. Az is talán egy szerencsés választás volt, hogy mérnökök, döntően mérnökök, de egyharmad részben laikusok is részt vettek ebben a zsűriben, mondom már csak saját magam védelmében is. Az építészet ugye túl fontos ahhoz, hogy pusztán az építészekre bízzuk, úgyhogy egy legkülönbözőbb hátterű zsűritagokkal egészült ki az alapvetően mérnökökből, építészekből álló
zsűri, volt köztünk operaénekes, színházigazgató, jogász és más laikus elemek is. Korosztályokat tekintve is egy vegyes zsűrink volt. A legfiatalabb zsűritag 30, a legidősebb pedig 79 éves volt, tehát több generációt összefogott a zsűri munkája. Nők és férfiak vegyesen döntöttek, és talán itt van az egyetlen, hát ha nem is szomorú, de talán valamiképpen mégiscsak szomorú pillanat, hogy meg kell emlékeznünk Barsinyi Pataki Etelkáról, ugye a mérnök kamara elnökéről, és sok minden más minőségben is hozzájárult Budapest építéséhez. Eredendően ő volt a zsűri szakmai elnöke, Isten nyugasztalja, és köszönjük neki azt a munkát, amit a kezdetekben még bele tudott rakni ebbe a pályázatban is. Komoly viták voltak a zsűriben, de aztán mindenki magáénak érzi azt a döntést, ami megszületett. Köszönöm szépen Tarlós Istvánnak a közös munkát és a segítséget. Ugye egy kormányváltásnál minden kormánybiztosnak automatikusan megszűnik a mandátuma, én az enyém is, kifutó modell vagyok, úgyhogy szeretném, hogy ilyen közös munkánk lesz-e még ebben a ciklusban, szinte már biztos, hogy nem, mert itt ebben a ciklusban, a kifutó az biztos, és hát én nagyon szeretném főpolgármester úr megköszönni ennek a 8 évnek a közös munkáját, mert hál' Istennek gyönyörű építő feladatokban kaphattunk segítséget tőled, és juthattunk közösen előrébb. Nagyon köszönöm a pályázóknak a munkáját, azt a sok energiát, munkaórát, kreativitást is, amit beleraktak, és köszönöm szépen a zsűri tagoknak is, és ha megengedik, egy személyes történettel zárom. Én nekem azért is volt nagyon különösen fontos és megtisztelő ez a feladat, mert azt mondtam, hogy Budapest a hidak városa, Budapest elképzelhetetlen lenne a Lánchíd nélkül, de arra tudtam emlékezni a zsűrizés és a közös munka során, hogy én magam személyesen is valamiképpen a Lánchídnak és így Budapestnek köszönhetem a létezésemet. Történt ugyanis, hogy amikor a Lánchíd épült, akkor annak kivitelezésére ide jött egy komoly skót mérnök csapat. A Lánchidat és a óbudai hajógyárat építették, és az egyik skót mérnök ember magával hozta két unokahúgát. Az egyiket úgy hívták, hogy Ráhel Arnút. Ők baptisták voltak, és itt a református egyházban gyakorolták a hitüket, és volt Pesten egy ifjú református lelkész, bizonyos Török Pál, akinek megtetszett ez a skót hölgy, elkezdett neki udvarolni, később püspök lett belőle, és a pesti teológia alapításában is komoly szerepet vállalt. Elkezdett neki udvarolni, megkérte a kezét, a hölgy beleegyezett, elvette feleségül, és ők az én szép szüleim, a nagyszüleimnek a nagyszülei. Tehát, ha nincs Budapest, nincs a Budapest gondolat, nem épül a Lánchíd, a skót mérnökök nem jönnek Budapestre, a skót unokahúg nem érkezik ide, Török Pál nem tud udvarolni, ez a genetikai kombináció nem áll elő, és így én sem állhatnék most önök előtt. Úgyhogy én lekötelezettje vagyok Budapestnek és a budapesti hidak építésének. Ha lesz rá lehetőség, szívesen folytatjuk a munkát. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Köszönjük szépen a kormánybiztos úr szavait. Azért mindig is érdekes dolog a családfa kutatás, pláne ilyen esetben. Hölgyeim és uraim, ugye, ahogy mondtam, nagyon sokféle izgalmas fázisa volt ennek az előkészítő munkának. Volt például egy úgynevezett helyszíni szemle, és volt egy egész nap, amikor a pályázatban résztvevő tervező irodák szakemberei végignézhették. Egy picit velünk együtt belekukkanthattak abba, hogy milyen is, bár egy esős nap volt ez, Budapest közelebbről, akár például milyen a Dunáról, hiszen egy elég hosszú dunai kirándulást tettünk a budapesti hidak alatt. Természetesen lehetőség volt arra, hogy megnézzék majd ugye a híd tartó pilléreinek a helyszíneit, a helyszínen csinálhattak fotókat, tehát tulajdonképpen egy úgynevezett klasszikus helyszíni szemlélet is tartottunk. Erről készült egy kis összefoglaló film, ez következik most. It's the first time in Budapest and first time in Hungary. I was not aware that it was so, yes, so nice and so touristical. The
frontage of Buda and Pest onto the river is absolutely beautiful. The sequence of structures makes it unique. The way the old buildings talk to each other across the river, that's unique. We can immediately feel the historical part, and also you see some contemporary parts. It's a quite nice mixture. Well, it's an historic city, but the main character of the city for me is really the river. Budapest hál' Istennek lendületben van. 2010 óta fölgyorsult a városépítés, és most egy újabb feladatnak szeretnénk nekülugaszkodni. Itt az ideje egy újabb Dunai híd megépítésének. Nagy szükség van arra, hogy összekapcsoljuk Dél-Pestet, Dél-Budát és Észak-Csepelt, és ahhoz, hogy a hídunk szép legyen és méltó Budapesthez, ehhez kiírtunk egy nemzetközi tervpályázatot, ahol a világ legjobb hídépítő, mérnökei, tervezői mérik össze az erejüket a legjobb magyar tervezőkkel, és főleg a külföldi vendégeink résztvevők kedvéért szerveztünk majd szakmai napot, ahol kérdésekre próbálunk válaszolni, hogy a magyar vagy a külföldi tervezőiknek van, illetve szeretnénk főleg a külföldiekkel jobban megértetni a várost, azt a kontextust, azt a szövetet, amiben ők megtervezik ezt a hidat. I think a bridge is about connecting region, connecting lands, but it's also about connecting people. So I think that's quite important. This bridge will shorten the mental distance between one side and the other. It will be like a catalyst of a new development of the south of Budapest. Obvious thing is that it will transform the life because of the new function it will reveal, but it's not the very most important. It will connect the people with the Danube, so now we have the opportunity to put them back to the Danube. Ezer autóval fog csökkenni a belvárosi hidak forgalma, napi 6000-rel az Üllői út forgalma. First, it's a transportation project. It's gonna ease traffic for people on a daily basis, and then it's gonna be a tourist attraction as well. So it's this dual challenge that's very interesting in this competition. It's not only we are doing very functional bridges, and we are doing also iconic structures and buildings and bridges, and here it's both, so it's going to be very interesting for us to deliver something for the people of Budapest and for the people visiting the city actually. Well, in general, I think we have to face always the same general problems, which is efficiency, economy and aesthetics. You have to combine this. In this case, we have a big river, so this is a big challenge. And also it's a challenge because, well, it's an area to be developed, so it will be the landmark in a way. So the challenge is to combine all these things. One of the greatest challenges is to imagine what this place will be like in 100 or 200 or 300 years. This new bridge that we design, it has to fit this place now. It has to be an inspiration for generations to come, and it has to be the most long-lasting structure. So the challenge is what you can see and what you can't see. I think the message that I've heard loud and clear that I take away from this session today is the understanding of Budapest as a city of the river and a city where people want to experience that river and stay in touch with the river. So this is not from land to land, it's across the river and it's over the river. So I think that's a really important issue.
Köszönjük szépen, nos, egy pici ízelítő abból, hogy hogyan zajlott az előkészítő munka. Hölgyeim és uraim, mint ahogy arra már a főpolgármester úr is a korábbiakban utalt, valóban nemzetközi, hatalmas szakmai elismerésnek örvendő mérnökök, híd építéssel, híd tervezéssel foglalkozó szakemberek mellett ugye elismert közélet és a kultúra terén is maradandót alkotó személyiségből állt a bíráló bizottság, amelynek a munkáját, ennek a testületnek a munkáját segítette egy úriember, egy világhírű francia mérnök, Michel Virlozsö. A bíráló bizottság egyik legmagasabb rangú és legismertebb szaktekintélyének tekinti őt a világ tervezőinek összessége és közössége. Életében több mint 200 híd tervezésében és megépítésében működött közre, és számos különleges díjbirtokosa. Első díjazottja volt például a Nemzetközi Híd és Szerkezeti Mérnök Szövetségnek, a Francia Becsületrend lovagja, a Francia Technológiai Akadémia, a Brit Királyi Műszaki Akadémia és az Edinburghi Királyi Társaság tagja is. Sajnos a mai napon nem tud itt lenni körünkben, de elküldte videóüzenetét részünkre. Hölgyeim és uraim, most hallgassuk meg együtt, tehát Michel Virlozsö úr szavait. Good evening. I'm extremely sorry that I cannot be with you tonight for this award ceremony. As you could see during the jury meetings, I have much difficulty to walk due to a surgery operation. And unfortunately, I have to be re-operated because the prosthesis slightly moved. So I cannot travel very much and it's safer for me to stay at home. You have organized a very large international competition for the design and construction of a new bridge across the Danube River in Budapest. This is a major event to design and build a new bridge in a major city like Budapest, and especially crossing one of the most important rivers in Europe, the Danube. One of the goals of this competition is to design and to erect a significant bridge. This is not so simple. And you received 17 entries from all over Europe with different goals. Some proposed a very surprising or crazy solution. Some made more classical designs, more inspired, as I try to do myself, from the flow of forces. Finally, the jury has selected one solution which has received the majority of votes in a very normal way. We shall see later what will be the welcome of this solution from the public, the inhabitants of Budapest and the tourists, because of course the results comes only from the public. But in my opinion, the major bridges for Budapest will remain the two historical bridges, the Chain Bridge and the Liberty Bridge. For two reasons. First, because they are in the center of the city, which is, of course, very important. And also because they are part of the history. We shall see later if this new bridge will also become part of Budapest's history. Köszönjük. Köszönjük szépen tehát a személyes üzenetet, és hölgyeim és uraim, eljött a pillanat, az eredményhirdetés pillanata. Tisztelettel kérem tehát Fürjes Balázs kormánybiztos urat, a bírálóbizottság elnökét, hogy a díjak átadására fáradjon ki ide mellém. Tisztelettel felkérem Szalai Dobronicki Alexandrát, főpolgármester helyettes asszonyt, a bírálóbizottság tagját, hogy szintén fáradjon ki a díjak átadására, illetve Dalmi Dénes urat, a bírálóbizottság társelnökét, hogy vegyék át a helyemet, és kezdjék el az eredményhirdetést. Hölgyeim és uraim, izgatott vagyok, bár hozzászokhattam volna ilyen szereplésekhez. El kell mondanom, hogy 6 pályaműt választott ki a zsűri, erről volt szó a kiírásban is, 3-at megvételre, illetve 3-at pedig díjazásra
választott meg a zsűri. El fogjuk mondani a pályázatok sorszámait, a tervezőit, és közben le fogjuk vetíteni a pályázatnak a videóját. Én azt kérem, hogy én el fogom mondani majd, hogy először ugye a megvételre kerülő pályázatokat fogjuk ismertetni, és nincs sorrend, hanem a számozás, ahogy a titkos boríték számozása volt, annak a számozásnak a sorrendjébe visszafele számozva fogjuk elmondani, hogy kiknek a tervei kerültek megvételre. Akkor elkezdjük. Az első megvételre került terv a pontterv tervezése. A videót azt kérnék szépen. Megtiltották, hogy beszéljek a hídról, mert úgyis van egy gyönyörű videó, de azért el kell mondanom, hogy egy ívhídra vártunk, és ezt örömmel konstatáltuk, hogy ezt benyújtottátok. A visszafele a második megvételre került terv, ennek a tervezője a speciálterv, a Piper Bacher és Brightfield Studios, valamint a Palacium Studio. Ennek a tervnek a bemutatója azonnal következik. Egy... Felhívom a figyelmet, hogy ez budapesti hidaktól eltérően, ez egypilonos, függesztett híd. Kérném szépen tisztelettel a tervezőket, hogy fáradjanak ki. Gratulálok. 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 A harmadik megvételre került terv az ötös számú terv, tervezője az ARUP és a Knight Architect Nagy-Britanniából. Mindjárt látjuk a filmet. Felhívom a figyelmet, hogy ez a második egypilonos híd, szintén függőhíd. Azért a Bíráló Bizottság azért vette be ezeket a hidakat, mert nagyon jól megoldották a park és a híd közötti kapcsolatot, a gyalogos
és a kerékpárunknak a kapcsolatát. Szokatlan az egypilonos megoldás, mert egy igen magas pilont terveztek. Ennek ellenére a bíráló bizottság úgy döntött, hogy ez egy szép, jól megtervezett híd volt. Kérném szépen a tervezőket. Congratulations. Most következnek a díjazottak. Előre bocsátom, hogy a következő dolog történt. A bíráló bizottság nem tudott dűlőre jutni két híd ügyében, mégpedig majd meg fogjátok látni majd sorrendben, ahogy mondjuk. Egyszerűen patthelyzet alakult ki, és az elnökünk bölcs döntése nyomán harmadik helyet nem adtunk ki, ellenben két második hely született. Újra ugyanúgy mondom, tehát a számozás sorrendjében, hogy a 14-es számú híd, a Lavigne-Sheron, a Grace és a közlekedések Geoville Kft.-nek a terve lett a második. Na most itt ugye beállt a budapestieknek a elképzelése, tehát két pilonos, a két függőhíd, a pilonok a part felé döntöttek, nagyon szép kecses hidat látunk. Kérném szépen a tervezőket kifáradni. Congratulations. Szintén a második helyezett lett a Leon a hármas számú híd, a Leonard Zaha Hadid Werner és Smolcsik és partnere által tervezett híd. Kérem szépen, ez a híd és az előtte lévő híd, tehát azonos második díjat kapott. Ha megnézik ezt a hidat, ennek az a különlegessége, hogy nem egy 72 fokos ferdeségben szeli át a Dunát, illetve megy a Duna fölött, hanem a Duna közepén elhelyezett pilléren egy inflexiós ponttal megy, és egyenesen megy a következő partra. Az ívek megdöntöttek, na most tessék elképzelni, hogy ahogy elmondta az elnök úr, hogy a bíráló bizottságban voltak ugye konzervatív, hogy mondjam, hidászok, és a konzervatív hidászok azok nem kifejezetten örültek az elején, utána nekiültünk, és megbeszéltük a Villozső úrral, hogy ez egy tényleg egy különlegesen szép híd, tehát hogy mondjam, rábólintottunk, és elfogadtuk a többség véleményét. Kérném szépen a tervezőket, fáradjanak ki.
Congratulations. Congratulations. It's a really interesting bridge. Thank you very much. És hát elkövetkezett a legfontosabb, az első helyezett, a 10-es számú híd, amelynek a tervezője Angliából érkezett, a Bureau Hapold és a UN Studio, ez Hollandiából. Egy nagyon szép híd, ferdekábeles, ferdén kialakított pillérekkel, pilonokkal. Örültünk neki, mikor megláttuk ezt a hidat, és köszönjük a tervezőknek. Tervezők nincsenek. Congratulations. Congratulations. It's really a nice bridge. Plan to say some words, maybe? Yeah, would you? I don't know what to say, actually. It's such okay. A surprise. No problem. I'm very pleased to be here, and I'm even more pleased to have won this competition. As was said very eloquently by the organizers here and the mayor, deputy mayor, that this is a historic city. This bridge is vital for this area, connecting the three deprived areas of Budapest. I hope that our design deserves your decision, and I hope one day it will become a reality. Nagy megtiszteltetés a számomra, már az a tény is, hogy részt vehettünk a pályázaton, és óriási megtiszteltetés az, hogy a Bírálóbizottság végül a mi pályaművünket bírálta el nyertesként. Óriási megtiszteltetés volt hallgatni a polgármester úr bevezető szavait, és ez különösen segített átélni magát ezt az élményt, magát a megtiszteltetést. Igazából abban bízom, hogy a végső döntőbírók majd a hidat használó városlakok lesznek, és igazolni fogja a bizottság döntését az utókor. Köszönöm. Just add that we had such eminent engineers and architects entering this competition, makes this more special. And hasten to add, this is a collaboration between engineers and architects, and we should never underestimate that collaboration. És kitüntető volt együtt dolgozni számos nemzetközi kollégával, találkozni velük a verseny során is, és együtt dolgozni a két országból érkezett tervező csapattal. Thank you very much. Thank you. Congratulations. Köszönjük szépen. És akkor tulajdonképpen nem is kellene helyre fáradniuk a győzteseknek sem, és a bírálóbizottság tagjainak sem, hiszen az lenne a kérésem, hogy ezt a pillanatot örökítsük meg egy közös fotóval, minden résztvevő legyen szíves, fáradjon ki. We would like to ask all participants and prize winners to come out, and we would like to take a picture together, all together. Thank you.